Az elbeszélő költemény. Az elbeszélő költemény az epika műnemébe tartozik. Ismételjük át, mi jellemző az epikára. Valóságos vagy kitalált időben, térben, valóságos vagy kitalált természeti társadalmi környezetben játszódó eseményt mond el, szereplői valóságosak vagy fiktívek, és a cselekményen van a hangsúly. Mit is jelent ez a meghatározás? Valóságos vagy kitalált időben, térben. Az az idő, amikor játszódik a cselekmény, a valóságban is létezhetett, vagy éppen most létezik, játszódhat az esemény például a középkorban, mint például a Ludas Matyi, de játszódhat a jelen időben is, illetve egy epikus mű kitalált időben, például a jövőben is játszódhat. Ugyanez vonatkozik a térre, a természeti és társadalmi környezetre. Játszódhat például egy epikus mű egy középkori várban, ami egy valóságos tér, egy valóságos természeti társadalmi környezet, de játszódhat például egy idegen bolygón, amit ma még nem is ismerünk. Ez természetesen kitalált tér, kitalált társadalmi és természeti környezet. Ugyanez vonatkozik a szereplőkre is. A szereplők lehetnek valóságosak, mint például Arany János Toldi című művének főszereplője Toldi Miklós, aki a valóságban is élt, de lehet a szereplő kitalált, mint például Petőfi János Vitéz című művének főszereplője Jancsi. Az epikus művekben mindig a cselekményen van a hangsúly. Nézzük, mi jellemző erre a műnemre formailag. Az epikus művek lehetnek verses vagy prózai formájúak. Ránézésre is meg lehet különböztetni általában a kettőt. Nyilván te is látod, a felső képen láthatsz prózai szöveget, az alsó képen pedig egy verset. A prózára jellemző tehát, hogyha kinyitsz egy könyvet, a sorokat elkezdik írni a lap szélén, a lap tetején, és folyamatosan követik egymást a sorok a lap aljáig. Ha a versre ránézel, látod, hogy a sorok rövidebbek, tagoltabbak, bizonyos mennyiségű sor után pedig kicsit nagyobb szünet következik. Azt gondolhatnánk, hogy a prózai művekben nincsen rím, ezeknek nincsen ritmusa, és bizonyára nincsenek benne költői képek. Ez azonban nem pontosan így van. Vannak olyan prózai művek, amelyben van rím. Ezeket makámának nevezzük. Itt látsz egy érdekes példát. Mindazonáltal én megkísértem, úttörőnek bukni is érdem, aztán meg nem szabad-e, kérdem, prózát versben írni, már ígyni, mikor annyi verset írnak prózában, a két nemes magyar hazában, de kivált mostanában. Természetesen a próza általában rím nélküli, de azt sem mondhatjuk el, hogy ne lenne ritmusa. Ám nem olyan ritmusa van, mint a versnek, hanem gondolatritmus alkotja a lüktetést, nagyon gyakran például mondatpárhuzam, olyan ritmikus alakzat, amelyben hasonló szerkezetű mondatok követik egymást, és ezeknek a tartalma is hasonló, és mivel a szerkezeti felépítésük megegyezik, ezért ez ad egy lüktetést a prózai szövegnek. Nézzük, mi jellemző a versre. A vers rövidebb sorokból, általában verszakokból áll. Ezek a rövid sorok rímekben végződnek, különböző típusai lehetnek ezeknek a rímeknek. A vers ritmusát pedig vagy a hosszú és rövid szótagok váltakozása, vagy a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakozása adja. A versre jellemző, hogy nagyon gyakoriak a költői képek, költői kifejezések benne. Mi jellemző ezek után az elbeszélő költeményre? Verses formájú elbeszélés. Minden jellemző rá, amit az epika műneméről elmondtam, és minden jellemző rá, amit a verses formáról elmondtam. A 18. században keletkezett, és virágkorát a 19. században élte.
A 19. században születtek azok az elbeszélő költemények, amelyekről te is tanulsz. Számunkra talán legismertebbek most még Petőfi János Vitéz, Arany Toldi vagy Fazekas Ludas Mati című műve, de majd, ha gimnazista leszel, tanulsz más elbeszélő költeményeket is. A műfaj jellemzői tehát, hogy cselekménye van, hogy epizódok tarkítják ezeket a cselekményeket, hogy szereplői vannak, jellemző rá az erőteljes líraiság, a költői eszközök sűrű alkalmazása, illetve a verses forma. Nézzük először a cselekményt. Az elbeszélő költemény mindig valamilyen történetet mesél el, és ezt a történetet általában a főhős cselekedetein keresztül ismerjük. Ezt a történetet, a cselekményt epizódok tarkítják. Az epizód a műnek az a részlete, amely nem viszi előre a cselekményt, a történetet, végülis akár ki is hagyhatnánk a történetből, de mégis fontos eleme a műnek, hiszen a főszereplőt részletesebben jellemzi, mélyebben megismerhetjük hősünket. Az elbeszélő költemény szereplői fő- és mellékszereplők, pozitív és negatív hősök. A főszereplő szerepel végig az egész mű során, a mellékszereplők nem játszanak ennyire fontos szerepet a cselekményben, néha bukkannak csak fel. A pozitív hősök azok, akik főszereplőnket segítik, a negatív szereplők pedig azok, akik főszereplőnket gátolják céljai elérésében. Erőteljes líraiság, érzelmek ábrázolása jellemző, illetve költői eszközök, amelyekről egy másik videóban beszélek, és verses forma. A műben nagyon fontos szerepe van a főhős és általában a szereplők jellemzésének. A jellemzés eszközei a cselekmény, a főszereplő beszéde, más szereplők szavai és a környezetrajz. Az életben is a cselekedeteiből ismerszik meg egy ember igazi természete, így van ez az irodalmi művekben is. A főszereplő beszéde sokat elárul az emberről, az, hogy milyen szavakat használ, hogy milyen hangnemben beszél, hogy választékos kifejezésekkel éle, vagy nyelvi hibákat véd, milyen szavakat használ, mind-mind a jellemére utalna. Az indulatoktól fűtött szenvedélyes ritmusú mondatok sokat elárulnak a beszélő lelkiállapotáról, ugyanúgy, mint az egysíkú, monoton beszéd. Más szereplők szavai hasonlóképpen jellemezhetik főhősünket. A beszédnél, a főszereplő vagy más szereplők beszédénél meg kell említenünk az úgynevezett egyenes beszédet, amikor az író közvetlenül beszélteti a szereplőt, mondhatnám, hogy a szájába adja a szavakat. Beszélhetünk monológról, azt a beszédet nevezzük monológnak, amelyet a főhős önmagával folytat, fennhangon elmondja a gondolatait, mondhatnám, magában beszél. Ugyanakkor beszélhetünk dialógról is, párbeszédről, amikor a szereplők egymással beszélgetnek, és ez is a jellemábrázolás egyik eszköze. A két szereplő viszonya például nagyon szépen kiderül az ő beszéltetésükből. A környezetünk is hat ránk, és ez fordítva is igaz, jellemünknek megfelelően mi is alakítjuk a környezetünket. Az írók gyakran élnek a jellemzésnek ezzel az eszközével, hiszen ha leírják egy szereplő közvetlen környezetét, abból következtethetünk az életére és a jellemére is. Ugyanígy a használati tárgyak által való jellemzés is fontos lehet, egy-egy ruhadarab, tárgy, ami körülveszi főhősünket, elmondhatja
mindazt, amit az életéről és a jelenéről tudnunk kell. Ha szeretnél még többet megtudni az elbeszélő költeményről, ezeken az oldalakon olvashatsz még róla. Jó munkát kívánok!